Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban szeretném bemutatni azokat az újdonságokat, amit az eredeti játékhoz képest az Open Imperium Galactica-ban elkészítettünk. Itt láthatjuk a főmenüt. Itt a főmenüben megtekinthetjük azokat a videókat, amiket a játék tartalmaz. Például a küldetés videókat, bárcsak ne olvasna a kamera alól. Természetesen az intrót, az eredeti főcímet, és hát a kreditek, vagyis a készítők listáját. Újdonság a beállítások képernyő, ahol a hangerőkön túl végre beállíthatjuk azt, hogy a számítógép adjon-e hangot képernyőváltáskor. Emlékszünk a csillagtérkép, kolónia, stb. Ez az elején még elég mókásan hangzik, de későbbi játék folyamán már unalmas és fárasztó folyton ezt hallani, valahányszor képernyőt váltunk. Ettől függetlenül viszont az értesítések azok hasznosak lettek, például találmány kifejlesztve, gyártás elkészült, bolygón lázadoznak. Ezeket attól függetlenül be tudjuk állítani, hogy szóljanak vagy ne szóljanak. Külön lehet szabályozni a gombhangokat, hogyha kattintok, akkor hallatszódjon vagy ne hallatszódjon, illetve mivel elég gyakran fogunk műholdakat telepíteni bolygókra, ezért engedélyezhetjük, hogy lássuk-e azt az átvezető videót, amint éppen a műhold megjelenik a bolygó körül. A játékmenettel kapcsolatban is találunk újításokat, a már ismerős tankok és bombák, rakéták föltöltése opción kívül megadhatjuk az épületek automatikus javításának a pénzkorlátját. Vagyis abban az esetben, hogyha elég kevés pénzzel rendelkezünk, megadhatjuk, hogy az automatikus javítás akkor ne javítson, hogy a pénzünk esetleg 15 ezer kreditnél, mint ebben a példában látható, tehát 15 ezer kreditnél kevesebb pénz esetén ne kezdjen el automatikusan javítani, így ne apassza le a pénztárcánkat. Az automatikus építés egy új képesség az Imperium Galacticában, aki játszott a Imperium Galactica második részével, ott találkozott ezzel a lehetőséggel, egy bolygón beállíthattuk, hogy a mesterséges intelligencia különböző típusú épületeket építsen önmagától, anélkül, hogy nekünk közbe kéne avatkozni. Ennél is meg lehet adni egy pénzkorlátot, tehát hogyha itt a példában 20 000 kreditnél kevesebbünk van, akkor nem fog automatikusan épületeket építeni. Továbbá beállítható, hogy alapértelmezésben hány százalékon kezdjük el a kutatásokat. Általában mindenki 200%-ra föl szokta emelni ezt a szintet, amit az eredeti játékban csak a kutatás megkezdése után tudtunk beállítani. Itt automatikusan ezzel az értékkel fog kezdeni. Új képesség továbbá az automatikus harc, ami szintén az Imperium Galactica második részében debütált a sorozatban. Itt is ugyanaz a funkciója, ne kelljen folyton mindig minden egyes űrcsatát, illetve földi csatát végigjátszanunk. Új képesség a határradar mutatása, ez is szintén a Galactica második részében debütált először, vagyis a rengeteg radarpötty helyett csak a határ mentén látjuk a pöttyöket, illetve a saját területünket egy másfajta háttérszínnel jelöli. Sokan kérték kommentekben is, súlistában, hogy lehessen hagyományos módon is irányítani az egységeket, tehát tipikusan ez a jobb egérgombbal kiadott parancsokat. Tehát ha kijelölünk egy egységet, akkor jobb egérgombos kattintással mozog vagy támad, attól függetlenül, hogy mire kattintottuk. Ugyanis a Open Imperium Galacticában alapvetően a jobb egérgombbal a térképeket tudjuk föl alá jobbra balra mozgatni. És a Control jobb kattintással tudjuk elvégezni ezeket az akciókat, amit amúgy csak sima jobb kattintással szoktak. Lehetőségünk van tovább beállítani néhány diagnosztikai és teljesítmény opciókat, például, hogyha problémák lenne a grafikával, akkor ki lehet kapcsolni a DRAM-t, vagy a Direct Draw-t, vagy az OpenGL-t, attól függetlenül, hogy milyen oprendszeren futtatjuk éppen a játékot. Ha unjuk a technológiák animálását, tehát például amikor körbe-körbe forog az a kis űrhajó, akkor itt le lehet tiltani, illetve ha cella gyorsító tározás, ami a bolygó megjelenítésének
sebességét. Tehát amikor a Kuluvina felszínét nézzük, akkor a nappal és az éjszaka közötti átmenet bizony nagy teljesítményigénnyel rendelkezik, ezzel a bekapcsolással, a némi memória feláldozásával gyorsíthatjuk ezeket az átmeneteket. Újdonság még az, hogy nem kell folyton a betöltés menüpontra mennünk, hogy kiválasztjuk a legutolsó mentésünket, hanem az egyszerűen a folytatásra kattintva a legutolsó küldetés, illetve a legutolsó időben, legutolsó mentésnél folytatjuk a játékot. Egy játékos módnál az eredeti játékhoz képest itt már kiválaszthatunk különféle hadjáratokat, nehézséget is megadhatjuk. Későbbiek folyamán majd lehetőségünk lesz egyéni játék definiálására, azaz megadhatjuk, hogy milyen térképen, milyen fajjal szeretnénk és ki kell játszani. További újításokat azt már a játékon belül tudom megmutatni, ehhez elindíthatjuk a főkampányt a szabadjáték módban, ami azt jelenti, hogy azonnal gyakorlatilag 5-ös szinten kezdünk, tehát főadmirálisként, és rendelkezésünkre áll az a 10 bolygó, ami tehát amivel amúgy hosszú órák után kezdhetnénk el játszani. Látható az a 10 bolygó, a Hüllesztől kezdve Földön át a Zeuszonig. Látható a csak határadar mutatása módban, ilyen pirosas háttérrel mutatja azt a régiót, ami a mi területünk és a mi láthatóságunkat jelenti. Játék közben természetesen átválthatunk a kettő között, így a hagyományos megjelentési módban rengeteg radar pöttyöt kapunk. Újdonság az, hogy a csillagtérképen megtekinthetjük a kolóniáknak a fő bajait. Ikonok reprezentálják azt, hogy például az Achilles-t nézve sok minden probléma merült fel. Nincsen kórház, nincs élelmiszer, sérültek az épületeink, hiányzik a főépület, kevés a lakóhely, és még rendőrség is hiányzik. Ugyanez megtalálható a többi kolóniánkkal kapcsolatban. Játék folyamán rengeteg bolygóval fogunk rendelkezni, ezért nagyon fontos, hogy egyszerre átlátassuk ezeket a bolygókat. Az eredeti játékban általában kapunk egy több oszlopos listát a bolygókról, amelyekre kattintva a jobb oldalon némi információt kaphatunk róla. Ez annyiban módosult, hogy megtekinthetjük a részleteket, amely egy táblázat formájában a főbb információkat megmutatja az egyes bolygóinkról, és ezt a táblázatot igény szerint rendezhetjük. Bolygó neve szerint, népesség szerint, morál szerint és a problémák számossága szerint. Érdemes morál szerint rendezni, hogy a legproblémásabb, legalacsonyabb morálú bolygónak a rendbehozatalával kezdhessük. Apró újdonság még az, hogy a bolygó információs képernyőn is ugyanúgy léphetünk előre-hátra, mint a bolygó felszínén egérgombbal lépkedhetünk a bolygóink között. Fontos újítás a képernyő jobb alsó sarkában található információs panel, ami azokat az információkat tartalmazza, amit amúgy az információs képernyőn is láthatunk, viszont sokkal gyorsabban áttekinthetjük, hogy mi a helyzet a kolóniánkkal. Újdonság az épületek fejleszthetősége. A legtöbb épület, például a lakóépületek, energiagyártó épületek rendelkeznek fejlesztési pontokkal. Általában 2 vagy 4 csillag jelzi a fejlettségüket. Mindegyes fejlesztési szint ad némi bónuszt, némi energia és emberi munkaerő árán. Például az erőművet fel tudjuk fejleszteni, hogy például a kokáért 150%-kal több energiát termeljen, és ehhez 125%-kal több munkás legyen.
egyszerre akár több szintet is nevekedhetünk, és minden egyes szint fejlesztése az eredeti ár fogja elkölteni. Például felfedezhetjük ezt az erőművet kettes szintre, és amíg elkészül, láthatjuk az eredeti 3500 kW helyett 7000 kW-ot fog termelni nekünk innentől kezdve. Visszatérve a csillagtérképre, látható, hogy eleve nagyobb helyet foglal el a csillagtérkép, tetszőlegesen zoomhatunk késbe, és ez természetesen az egész ablakot átmérhetjük akár teljes képernyőre, nem csak az eredeti 640x480-as formátumban kell végigjátszom a játékot, amit demonstrálok. Természetesen így is működik, csak hát sokkal egyszerűbb. Ha van elég helyünk, akkor miért ne lássuk az egész bolygót, illetve a csillagtérképből is annyit, amennyit csak lehet. További újdonság a bolygó felszínen, hogy most már ezt is lehet nagyítani és kicsinyíteni szükség esetén a kontroll és az egérbörgő előre-hátra mozgatásával. A középső egérgombbal kattintva pedig helyreállítjuk az eredeti nézőpontot. További újdonság a küldetések panel bevezetése, amellyel végre láthatjuk, hogy mit is kéne csinálnunk. Jelenleg a szabadjáték módban nem rendelkezünk küldetéssel, de hogyha megnéztétek a korábbi demonstrációs videót, láthattátok, hogy most már tudjuk, hogy mit kell csinálni, és jelzi, hogy sikerült-e, vagy nem sikerült az adott küldetés. További újítás a képernyőmenü, amellyel az egér használatával válthatunk a különböző meglévő képernyőink között. Mint látható, az eredeti F1-től F12-ig funkciógombokkal is ugyanúgy megtehetjük ezt a változtatást. Új képernyők is kerültek bevezetése, például a statisztika képernyővel láthatjuk a legfontosabb saját, illetve az általános galaktikus statisztikákat. Például mennyi lakóhely van összesen és galaxis szerte, mennyi bolygót hódítottunk meg, mennyi bolygót vesztettünk, miből gyártottunk, kutatások száma, mennyi bevételünk volt különböző bontásba, adóból, kereskedelemből, eladásból, stb. Következő újítás nem csak képernyőben, hanem tevékenységben is a teljesítmények vagy achievementek, amelyek közül ahogy játszunk, ez lehet a kampánymód, vagy lehet skirmish módban, amint elsőzzük a feltételeket, megjelenik egy kis ablakocska jelezvén, hogy sikerült ezt a teljesítményt elérnünk. Látható, jó pár teljesítmény ilyen rendelkezem ebben a játékmenetben. Ezek a teljesítmények nem konkrét játékmenethez tartoznak, hanem egy adott profilhoz, a profilról majd később lesznek implementálva, jelenleg csak a default profil működik. Úgyhogy hajrá! Az információs képernyők között további újdonságokat is találhatunk. Például megjelenik a flottánk tűzerje, mint információ. Találmányok listája között színkódokkal vannak ellátva különböző találmányok. Narancssárga az, amivel már rendelkezünk. A világos zöld azt jelenti, hogy kikutathatjuk, mert rendelkezünk elég bolygóval ahhoz, hogyha felhúzunk kutatóépületeket, akkor sikeresen végigvihetjük a találmányokat. Sötét zöld pedig azt jelenti, hogy minden előkövetelményt teljesítettünk, habár nem rendelkezünk még elég bolygóval ahhoz, hogy sikeresen kikutathassuk a találmányt.
fejlesztés képernyőn az egyik újdonság az, hogy a adott találmányra kattintva, megnézve a szükséges előkövetelményeket, ha az előkövetelményre kattintunk, akkor átugrik arra a találmányra. Így kényelmesen tudunk végigjárni azon a gráfon, ami meghatározza, hogy mi kell ahhoz, hogy egy találmányt ki tudjunk fejleszteni. További újdonságokat találunk a felszerelés képernyőn. Például kiválasztom a főfottát, látható, hogy rombolónk bizony nincs felszerelve kellő mennyiségű fegyverrel, hajtóművel és pajzssal. Ha mágikusan elérhetővé teszek néhány eszközt, például hajtóművet, pajzsot, fegyvereket, és természetesen egy olyan bolygóra viszem, ahol van katonai űrkikötő, működő katonai űrkikötő, mondjuk az Achilles-t hozzuk olyan állapotba, hogy meg tudja mutatni. Akkor már is látható, hogy a flottán több lehetőség adódik. Újdonság például az, hogy közvetlenül eladhatjuk a felszereléseinket. Például eladhatjuk a rombolókat, csatahajókat, vadászainkat. Korábban csak a vadászokat lehetett levenni, rombolók pedig és a csatahajók pedig mindörökre ott maradtak a flottában, természetesen még el nem pusztultak. Ha eladunk egy ilyen terméket, vagy felszerelést, vagy hajót, akkor általában a gyártási árának a felét visszakapjuk pénzben. További újdonság az, hogy automatikusan felszerelhetjük flottánkat a legjobb felszereléssel. Eredeti játékban, hogyha volt egy nagyobb méretű flottánk, 25 közepes és 3 nagy hajóval, mire végig kattintottuk az összes felszerelési pontot, addigra belőszöltünk. Most, hogyha rendelkezünk elég gyártott felszereléssel, akkor ezt egy kattintásra elintézhetjük. Mint látható, felszerelte a pajzsot, hajtóművet és a hiányzó fegyvermennyiséget. További újdonság ezen a felszerelés képernyőn, hogy szintén alkalmazkodik a főablakunk méretéhez, úgyhogy tetszik, akkor összepúszhatjuk, vagy széjjelvehetjük. Későbbiek folyamán majd egyedileg is beletállítani ennek a képernyőnek a méretét, mert mondjuk egy HD felbontású képernyőn eléggé fárasztó nézni egy hatalmas, nagy, üres listát. És végezetül essen néhány szó csalásokról, amelyek a fejlesztésnél nagyban megkönnyítik a mély és a tesztelők munkáját. Például Ctrl-G megnyomásával 10.000 kredittel többünk lesz. Ha kiválasztunk egy találmányt vagy felszerelést, Ctrl-I-vel elérhetővé válik az a fejlesztés. És egy darabot kapunk a készletbe. Csillagtérképen a Ctrl-V-vel megtekinthetjük, hogy mit csinálnak a többiek. Például most éppen a kereskedők mozognak főleg, illetve látszik, hogy az ekalep éppen felfedezi a saját környezetét. Akár át is válthatunk ezekre a
játsz AI játékosokra a Ctrl P megnyomásával. Látható. Most azt látjuk, milyen bolygókkal rendelkezik, illetve valószínűleg milyen műveleteket végez. És itt természetesen ugyanúgy beavatkozhatunk az AI működésében. További teszt opció, hogyha megnyomjuk a Ctrl-J-t, miközben az eredeti irodalmi játékos, ha játszunk, akkor automatikusan bekapcsoljuk a mesterséges intelligenciát. Ami azt jelenti, hogy automatikusan elkezdi menedzselni a bolygóinkat, flottákat épít, felfedezi a csillagtérképet, bolygókat foglal, elkezd találmányokat fejleszteni, és alkalmattán megtámadja az idegeneket. Köszönöm a figyelmet!